Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Október közepén úgy tűnt, hogy pont került a metró kocsi beszerzés végére, méghozzá nem túl vidám a történet, hiszen véglegesen elutasította a Nemzeti Közlekedési Hatóság a szakengedélynek a kiadását, de a fékekkel, a fékberendezéssel, illetve a magyar szabványoknak való nem megfeleléssel van a probléma. Hát aztán elindult egy folyamat, mi követelnénk vissza pénzt, de az Alstom cég az pedig bírósághoz fordult, addig nem tudjuk lehívni ezt a pénzt. Szóval itt tartunk, a metrokocsik meg azért rövidesen kellenének, hogy megérkezzenek. Tarlós István főpolgármester a vendégem, jó estét kívánok! Csókolom, jó estét kívánok! És hát azt láttam, hallottam, hogy a Hír TV-ben ön azt nyilatkozta, hogy hát inkább megegyeznének, az a jobb lenne, mint a pereskedés. Ez így még érthető és logikus is, na de milyen áron? Ez a kérdés. Az a helyzet, hogy kötöttek itt olyan szerződéseket, amilyeneket kötöttek, kifizettek előre teljesítmény nélkül 30 milliárd forintot. Ez valami előleg volt, nem? Igen, mondjuk egy szokatlan mértékű előleg, egy 60 milliárdos megbízásnál teljesítmény nélkül 30 milliárdot előre kifizetni. Én valahogy aludnék rá egyet-kettőt, mielőtt ilyesmire elszánom magam. De valószínű, hogy inkább nem szánnám el magam. Isten tudja, milyen levelezések, viták folyhattak, amiknek részben van nyomuk, részben nincs nyomuk. Egy tény, az Alstom rengeteget késett a szerelvények szállításával, és nem tudott vasúthatósági engedélyt szerezni ezekre a szerelvényekre, amelyek nem csak a magyar, hanem az uniós szabványoknak sem felelnek meg. És amit példaként hoznak, hogy Isztambulban is ilyen szerelvények vannak, természetesen vannak, de tekintettel arra, hogy ott nem épült meg az alagút, nem is használják ezeket a szerelvényeket. De a világ számos országában ezek a metrószerelők, az egyik legnagyobb metrógyártó cégről van szó. Én is úgy gondolnám, hogy számos, nem számtalan országában. És maradjunk ennél a terminológiánál, mert nem szeretném a külföldi szállítót most a keleténél jobban megbántani, elég, ha ők megbántják Budapestet. De a lényeg az, hogy nem vagyok benne biztos még mindig, hogy minden információ birtokában vagyok. Nyilván az én feladatom az, hogy most kármentést végezzek, és ezzel megpróbálkozom, illetve megpróbálkozunk a Nemzeti Fejlesztési Miniszter úrral együtt, hiszen kettőnk feladata, hogy a francia szállítóval kapcsolatos vitát valahogy rendezzük, így vagy úgy, vagy úgy, hogy egy új tendert írunk ki, vagy úgy, vagy hány év? Hát nézze, amennyit ez a metró már késett az első átadási időpontjához képest, úgy gondolom, hogy most sokkal fontosabb, hogy a város ne feszítsen 60 milliárdot, mint az, hogy a legkorábbi 2014-es időponthoz képest most 2014-ben vagy 2015-ben indul az a metró. Ez sokkal inkább mindegy, mint hogy veszít ez az amúgy is pénzügyi válságban levő város 60 milliárdot, vagy nem veszít. Persze, hát most már, ha ennyit vártunk a metróra, lehet úgy felfogni, hogy váratunk még egy-két évet, de igazából én ott nem látom ennek a szinte partalan vitának a végét. Az Alstom számtalanszor fel lett szólítva, illetve nem, több mint fel lett szólítva, nem kapta meg a hatósági engedélyt a fékek miatt. Kértek tőle plusz iratokat, javítsák ki, nem javították, nem adtak be iratokat. Tehát, hogyha eddig nem tették meg, hogy ide a magyar szabványok szerint valami más fékberendezés kellene, ha eddig nem tették meg, akkor most miért tennék meg? Önnek ebben igaza van. Az a helyzet, hogy a dolognak ez a része nem kicsit, hanem nagyon kívül áll rajtunk. Egy szakhatóságot nem befolyásolhatunk. Egy szakhatóság szabványok alapján adja vagy nem adja ki az engedélyét, pontosabban a szabványoknak való megfelelőség vagy nem megfelelőség alapján. Az az Alstom dolga, hogy hatósági engedélyt szerezzen. Mi a hatóságot nem fogjuk presszionálni, nem is tehetjük meg, egyébként szakmai, jogi, erkölcsi szempontból egyaránt több mint kockázatos lenne a hatóság munkájába avatkozni. Ha az Alstom tud hatósági engedélyt szerezni, akkor meg tudunk egyezni. Itt a megegyezés abban az irányba indulhat el,
az Astonval lépéskényszerbe kijavítja a szerelvényeket, vagy nem javítja ki? Én is arra gondoltam, hogy a hatóság munkájába visszadőrizzen, hogy beleavatkozzanak. Az Astonmal úgy kell önöknek tárgyalniuk, hogy legyen olyan kedves, és azt teljesítse, amit a hatóság a törvényi előírások szerint. Így van, az egész gondolatmenetével egyetértek, pontosan ezen az úton járunk mi is. Sőt, ad abszurdum, még azt is megtehetjük, hogy kiírunk egy új tendert, és ezzel párhuzamosan egyezkedünk az Astonval, hiszen a tender kiírása az több hónapra, 6 hónapra is szólhat, egész a határidő leteltéig az Aston meggondolhatja magát, mi is ad abszurdum visszavonhatjuk a tender kiírást a határidő lejárta előtt. Tehát még a kettő együtt is elképzelhető. Hát ha én metrókocsikat gyártanék, akkor ezen a újfent kiírt tenderen biztos nem indulnék, hogyha tudnám, hogy egyébként a háttérben meg arra várnak, hogy az Astonban megegyezzenek. Ne legyen ezt olyan biztosra, hiszen egyszerűen nem világos előttem az Aston motivációja. Az Aston valamitől magabiztosságot mutat, és ez az egy, amit nem értek, hogy miért. Ezért gondolom azt, hogy vajon biztos, hogy minden információ birtokában vagyunk-e, hiszen ennyi késedelemmel és a vasúthatósági engedély elutasító határozatával a zsebében nem logikus, hogy az Aston magabiztos viselkedés formát mutat, most hogy ő nemzetközi kapcsolatokra appellál-e, blöffel-e, vagy mi van emögött, nem tudom, de őszintén szóval nem is érdekel. Engem egy érdekel, hogy a várost a lehető legkisebb veszteséggel húzzuk ki ebből a slamasztikából, amit készen örököltünk. Hát mindesetre 30 milliárd már lóval a levegőben, tehát ez pillanatnyilag egy veszteség. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Még nem, na most azért is gondolok, nem akarom tovább görgetni a témát, mint ahogy ön szeretné, de azért is gondoltam és gondoltuk miniszter úrral együtt, hogy azért érdemes tárgyalni, mert egy esetleges megegyezés esetén eleve a 30 milliárdos veszteségtől megkímélnénk a várost. Valójában semmi más igazi motivációnk nincs, csak az, hogy a város számára megmentsük ezt a 30 milliárdot. Szóval kíváncsian várjuk a történet végét, hát már jó pár éve húzódik. De ha már metró, akkor ugorjunk nem túl messzire a BKV-hoz. Én megdöbbentem egy másfél-két héttel ezelőtt, amikor ön a határozottságában nem csalódtam, de még nem igazán hallottam mondjuk a kormányt bírálni önt. Most pedig elég rendesen kikelt magából, amikor azt mondta, hogy nem érti, hogy ki az, aki hátráltatja a BKV támogatás átutalását, ki az, aki a miniszterelnök ellen dolgozik. Kiderült? Hát nézze, nem a kormányt bíráltam, csak az egyik tárca egyik általam teljesen értetetlen intézkedését, és azt ne várja, hogy itt villámokat fogok szórni, de egy tény, hogy ezután a kemény hangú interjú után, valamint minek után a miniszterelnök úr hazaérkezett, mert ő a megállítás ideje ott külföldön volt. Tehát a pénz megállítás. Így van. Ahogy hazaérkezett a miniszterelnök, és ahogy ez az interjú megtörtént, átutalták a támogatást. Nekem ennyi bőven elég. Ennél többet nyomozóhatóságot invitálva nem szeretnék kideríteni. De azért csak érdekli, hogy ki az, aki megállította ezt a pénzt. Gondolja, hogy érdekel? Igen, úgy gondolom érdekli. Talán érdekel, majd lehet, hogy meg tudom egyszer, de erről most többet nem szeretnék mondani. És akkor hogyan tovább BKV? Mert ez most egy megígért, vállalt kötelezettség volt, de itt még ettől közel sincs kint a slamasztikából a cég. Nem is tudja, mennyit segíthet most nekem, és így szemmel megsimogatom a lelkét, mert... Nos, valakinek üzentem, hogy kéne még pénz a főpolgármester úrnak. Nem üzent nekem, hanem abban segített, hogy végre a közvélemény előtt is teljesen világossá váljék, hogy a BKV-t egyszerűen értékelhetetlenül rossz helyzetbe hagyták itt. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter úr számára mi készítettünk egy átfogó alternatívát, ezt megkapta a miniszterelnök úr is. Volt erről egy nagyobb kollektíva előtt egy konzultáció, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter úr támogatja az elképzelésünket, és a miniszterelnök úr is pozitív véleménnyel volt róla. Teljesen érthető módon a nemzetgazdasági
miniszter, illetve minisztérium véleményét is kikérte ebben az ügyben. A nemzetgazdasági miniszter tőlem azt kérte, hogy egy, tehát miért a megbeszélésre a BKV átalakításának a koncepciójával érkeztünk. A nemzetgazdasági miniszter azt kérte tőlem, hogy a fővárosi önkormányzat egészére vonatkozó reformjavaslatot is tárjuk elé, mert ő azt eddig nem ismerte. Ezzel egyébként készen vagyunk, most összefésüljük egy olyan tömörített formába, hogy a miniszternek ne kelljen órákat olvasni, és én ezt hónap délután vagy hónap után reggel átadom neki. Amennyiben a tömörített formába, kirúgunk ennyi embert, kéne ennyi pénzt. Nem erről szól. Nem? Ez most nem kirúgásról szól, ez arról szól, hogy az állam hogy vegyen részt a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonlásában, milyen tőkeinjekcióval segítse meg ezt a szerveződést, azért a BKK-t és nem a BKV-t, mert a BKV eszközállománya így változatlan maradhat, nem kell hozzányúlni, ugyanis fennáll a veszélye, hogy nem pont annyi eszközállomány feletti rendelkezési jogot adnánk át a minisztériumnak, mint amekkora támogatást ad a BKV-nak, így akaratlanul is anyagkezelés tartományába csúszhatnánk, ha sokkal több eszközt adunk át, mint amennyi támogatást kapunk, ezért az eszközállományt változatlanul hagynánk, a Budapesti Közlekedési Központba szállna be az állam, javaslatot tettünk az adósságkezelésre, részben adósságátvállalásra, az ÁFA tartományokat illetően tettünk javaslatokat, és ha a nemzetgazdasági miniszter is tetszéssel fogadja ami reformjavaslatunkat, ami ennél sokkal szélesebb egyébként, csak sajnos most nem tudjuk végigbeszélni, mert annál sokkal több, akkor költségvetés módosítás következhet az állami költségvet, tekintett arra, hogy a költségvetés zárószavazása pár napon belül lesz, és ebben az esetben a tavaszon a BKV problémája hosszú-hosszú évekre megoldódhat. Ez akkor azt jelenti, hogy a Budapesti Közlekedési Társulás vagy Központban a BKV jelenlegi különböző adósságállományát azt mint egy aportként bevinnék? Uh-huh. Igen, bocsánat. Tehát lenulláznák az adósságállományát a Budapesti Közlekedési Vállalatnak. A közvetlen ott banki adósságát. Most aha, a belső adósságállományról ez esetben nem beszélünk, a koncepcióban persze igen. Amikor az átvállalásról, lenullázásról van szó, ez csak a közvetlen banki adósságállományra vonatkozik. Erre van nekünk egy elképzelésünk. De még egyszer mondom, a nemzetgazdasági miniszter egy átfogó reformhoz köti a támogatását, amit én megértek a helyébe, én is ezt tenném. Na, hát ez érdekes. A Budapesti Közlekedési Vállalat onnantól kezdve egyébként mit fog csinálni? Tehát maradnak az eszközök? Szervezi a fővárosi közösségi közlekedést. És akkor mit csinál a Közlekedési Központ? A Közlekedési Központ végezni a megrendelői és kontroll szerepet, a BKV maga pedig a végrehajtó szerepet töltenébe, igen. Na, hát akkor a tavasz is izgalmas lesz ebből a szempontból is. Amikor azt kérdeztem, illetve amikor ön azt mondta, hogy egy kivonatát írják a miniszterelnöknek, hogy mit terveznek nagy vonalakban a főváros működésének. Nemzetgazdasági miniszternek. A miniszternek? Igen. És a BKV, meg a központ működésével kapcsolatban azért mondtam, hogy kirúgunk ennyi embert, meg ennyi pénzt kellene, mert hogy az ön nevéhez is kapcsolódik önálló képviselői indítványként a köztisztviselőknek az indoklás nélküli elbocsátása. Akkor, amikor Kósa Lajos azzal indokolta az országgyűlésben, hogy így egy szakértői gárdát lehet majd kialakítani az embernek, óhatatlanul az jutott eszébe, hogy miért volt közigazgatásban egyébként csupa oda nem illő analfabéta dolgozik, nem hiszem el, tehát most is szakértők dolgoznak ott. Akkor még kell őket indoklás nélkül, vagy ennek a lehetőségét megteremteni, hogy ki lehet hát, ha ön azt mondja, hogy egytől egyik szakértők dolgoznak a Városháza óriási 1400 fős apparátusába, akkor egy picit optimistán ítéli meg a helyzetet. Én elmondom egészen nyíltan, hogy a magam részéről mi a motiváció. A végkielégítések rendszerét a paródiával határos módon nem arra használták, amire kitalálták. Hosszú éveken keresztül a fővárosnál felduzzasztottak egy apparátust. Ennek az apparátusnak a mondjuk 75-80%-ára nagyon nagy szükség van. A
20-25%-a meg talán maga se tudta, hogy miért van ott. De hogyha ők nem dolgoznak, ha nincs munkájuk, tehát maguk se tudják, hogy miért vannak ott, hát tőlük most is meg lehetne válni, vagy túl nagy áron? De végkielégítések árán. Erre mondom azt, hogy meggyőződésem, hogy mindenféle értékítélet szerint elfogadhatatlan és tarthatatlan a végkielégítéseknek az a rendszere, amit gyakorlattá tettek. Nem arról van szó, hogy mi bárkire is haragudnánk, aki ott ilyen-olyan virtuálisan magyarázhatókból felvette a fizetését, csak be kell látni, hogy a város jelenlegi pénzügyi állapotában erre nincs lehetőség. Egyebek mellett egy ilyen intézkedés hiányában például nem tudnánk elfogadhatóvá tenni, vagy megérvelni a reformterveinket. Abba ilyesmi nem fér bele. Tehát 20-25%-kal csökkenteni az ott dolgozó létszámot. Durván azt hiszem, igen. Hát az 1400 főből körülbelül 300 főre kalkulálunk úgy, hogy nincs teherbíró képessége a városnak, sem igény alátámaszthatóan, hogy ennyien dolgozzanak ott. Nem véletlen egyébként, hogy a 1990-ig csak körülbelül 800 ember dolgozott a városházán. A feladat kétségtelenül több, de nem annyival, hogy ezt a létszámot majdnem meg lehetett volna duplázni. És nyilván az ott maradó középvezetői, mert a középvezetőknek körülbelül a felét én megtartom. Nyilván követte, hogy a személyzeti politikámat illetően még a saját politikai közösségemből is érnek támadások. Ez engem nem túlságosan érdekel. Kap egyébként ilyen megrendeléseket, hogy kedves főpolgármester úr, jó lenne ezt és nem, ezt felvenni? Odáig velem senki nem megy el. Utólagos kritikákat kapok, nem mondom azt, hogy nem lehetnek rossz személyzeti döntéseim, de én azt ígértem a miniszterelnöknek és a választóimnak is, hogy ebben a városban értelmes változásokat akarunk végrehajtani. Továbbá, ha emlékszik rá, azt is ígértem, hogy nem pártakönyvek, hanem alkalmasság alapján fogjuk a pozíciókat osztogatni. De sokaknak nem tetszett. Nem tudom, hogy sokaknak-e, némelyeknek lehetséges, hogy nem tetszik, de én az eredmény igényéből indulok ki, majd ha az eredmények nem engem igazolnak, akkor lehet kritizálni. Egyébként meg én sem határozom meg senkinek, hogy milyen személyzeti politikát folytasson. Ezek az emberek, akiket egyesek megkifogásoltak, volt úgy, hogy némileg érthető szempontok alapján, volt úgy, hogy teljesen érthetetlen szempontok alapján. Ezek az emberek nem azért jönnek oda, hogy politikai ideológiákat gyártsanak számomra. Nekem megvan a saját kialakult értékrendem, ami alapvetően tinédzser koromban alakult ki. Senkinek nem kell attól rettegnie, hogy én ezzel ellentétes politikai filozófiát fogok érvényesíteni a fővárosnál. Tínédzser korában még nem a Fideszre gondolt, tehát nem a Fideszre gondolt most. Mikor? Mikor azt mondta, hogy a politikai értékrendet már tínédzser korában, vagy ideológiai értékrendet kialakítottak? Nagyjából igen, hát az kétségtelen, hogy a Fideszhez, vagy legalábbis Orbán Viktorihoz közel áll, de attól nem kell senkinek félnie, hogy én valami ellentétes politikai filozófiába kezdek. Egyszerűen vannak emberek, akik bizonyítottak, és ezek az emberek a legalkalmasabbnak tűnnek egy bizonyos feladat végrehajtására. Ők nem politikai hatalomgyakorlónak jöttek oda. Nem akarok most név szerinti példákat mondani, de majd ha az XY fedezett pár összerakja nekem a bajba levő város 500 milliárdos költségvetését, akkor előre járathatja a száját, de addig nem. Nagyon sajnálom, ha egyesek félreértik, és itt a közvélemény kapott egy ilyen heccelést ebben az ügyben, majd az eredményekből következtessenek. Alkalmas embereket kellett találni alkalmas feladatra. Atkári János is, Pető György is alkalmas arra a feladatra, sokkal jobban alkalmasak, mint mások. Atkári János például nem azért, mert hogyha a jobboldali közgazdakörökből nem lenne kiváló szaktekintély, nem is egy, de ebben a városban a pénzügyi politika alakításához, az ehhez szükséges koncepció kidolgozásához egy olyan ember kell, akinek a helyi és helyzetismerete jelentős. Meg ezt megszereztek. Atkárinak ez nagyon jelentős. Atkári János, ő nem szereti ezt a kifejezést, de egy fiskális típusú politikus, aki tudja, hogy hol kell
és milyen korlátokat állítana a vég nélküli költekezésnek. Ez a feladata, nem pedig az, hogy mondjuk liberális ideológiákat terjesszen a városba vagy a városházán, mert ez nem a dolga, és ezt nem is fogja tenni. Na hát, hogy az eredmények majd mit hoznak, azt meg majd jól elmondjuk. Köszönöm szépen. Még csak annyit, hogy hallottam a felvezetésben, hogy nem építenénk meg a metró. Nincs rá pénz pillanatnyilag. De ez nem így van, hogy nem építenénk meg. A kérdés nem az, hogy megépítjük-e vagy nem, hanem hogy 2014 előtt elkezdhető vagy nem kezdhető el, ugyanis be kell fejezni előbb az elsőt, majd forrásokat kell teremteni a másodikra. Ez a teória így pontos. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.